A Bácsföldvári Vojvodina Futballklub vasárnap hivatalosan is megkezdte a felkészülést a tavaszi idényre. A sorakozón, amelyet a Becsei 1918 ifjúsági futballklub pályáján tartottak, jelen voltak a vezetőség tagjai, az edzők és 20 játékos, köztük 3 újonc is. Emlékeztetőül elmondjuk, hogy a Vojvodina futballklub Szever-Vajdasági Liga őszi szezonját 27 ponttal az 5. helyen zárta, azaz 8 győzelemmel, 3 döntetlennel és 4 vereséggel. Az ambícióink erre az időszakra, hogy a tabella elején maradjunk az első 4-5 helyen, hogy ne csúszunk lejjebb, és persze, hogy esetleg 1-2 fokkal jobb helyre kerüljünk. A legnagyobb vágyunk azonban az, hogy minél több egészséges játékosunk maradjon, ne legyenek sérülések, és hogy befejezhessük ezt a fél szezont. Ez tehát a legnagyobb vágyunk ebben a járványos időszakban. Mi arra a második magas helyezésre hajtunk, ami egy bácsföldvári Vojvodinának igen nagy siker. Szeretnénk jövőre a tabella csúcsát megcélozni, amivel én teljes mértékben egyetértek és támogatom ezt a törekvést. Szeretnék jövőre is ennek a csapatnak a tagja maradni, úgyhogy személy szerint állok rendelkezésre. Az idei első edzést a Tisza melletti városi stadion segédpályáján tartották. Ez alkalommal szeretnék köszönetet mondani a Becsei futballklub tagjainak, akik lehetővé tették, hogy befejezhessük a felkészülés első részét itt náluk a műfüves pályán. Ez sokat jelent nekünk, hogy ezáltal megőrizhetjük a saját pályánkat, de sokkal könnyebb is ezen a pályán játszani. És remélem, hogy sokkal kevesebb sérülés is lesz itt, mint amennyi nálunk volt. Úgyhogy szívből köszönjük még egyszer ezt a lehetőséget, és a mi pályánk is mindig nyitva áll az ő számukra, bármikor használhatják azt. Ami a játékos kádert illeti, egyelőre csak Nenad Kudrics ment át a Becsei 1918 ifjúsági futballklubba. Uros Topics és Nikolas Savin ajánlatot kapott más kluboktól. Nikola Rakovács és Dejan Boskovics pedig szabad játékosok. A vasárnapi edzésen részt vett Milan Popovics a Tisza-Kálmán-falvi Dinamo futballklubból, Zoran Olujic a Csikéria Pusztai Mladost futballklubból és Veselin Topuc a kadét csapatból. Az átmeneti időszak hétfőn kezdődött és február 2-ig tart. Azon leszünk, hogy fiatalabb játékosokat hozzunk, 2003-as, 2004-es és 2005-ös korosztályt. A Becsei futballklubból előnyben részesítjük a játékosokat, akiknek nincs elég játékidejük, esetleg nincs rájuk szükség a csapatban, illetve egyéb okok miatt átjönnének hozzánk. A mi ajtónk mindig nyitva áll számukra. Tehát azon leszünk, hogy ebből a két klubból neveljünk ki játékosokat, akik tovább haladhatnak és fejlődhetnek ezen a pályán. Ami a kontrollmeccseket illeti, a Vojvodina az első 2-n házigazdaként szerepel a Becsei ifjúsági futballklub segédpályáján. Az első meccsre január 22-én szombaton kerül sor, amikor a Vósa megméretteti magát Tornyos csapatával. A bajnokság folytatása március 6-án vasárnap kezdődik, a 16. fordulóval Szépligeten, a Hercegovac futballklub elleni mérkőzéssel, és június 5-én zárul a 30. fordulóval Bácsföldváron a szeghegyi Nyegos futballklub csapata elleni meccsel. Mint ahogyan azt a klubban elmondták, tervben van egy rendkívüli forduló lejátszása április 20-án szerdán. Ez lesz a 23. forduló. Amit Bácsföldváron játszanak, az Abatini Mladost Apa ifjúsági futballklub csapata ellen.